Idén is Tolnavár megye minden szegletéből érkeztek nevezések a nagymúltú Vászbau kupa hétvégi mérkőzéseire. Az eddigi 18 kirásból 5-ször nyert a Bonyhád, a második legeredményesebb gárda a Szekszárd 3-szor hódította el a kupát. A Bátasz egy kis kétszeres győztes, és mindig, amikor csak tudunk, akkor részt veszünk rajta. Az elvárás most semmi nem volt, az volt a lényeg, hogy jöjjünk el, érezzük magunkat jól, a srácok kezdjenek egy kicsit ráhangolódni ugye az új idényre. Voltak érkezők is, nézzük meg őket, hogy illenek bele a csapatba, de aztán tök jól jöttek az eredmények, és ugye most az elődöntőt éppen játsszuk. Hát én reménykedem, hogy be is jutunk a döntőbe, aztán ott meg már bármi lehet. Hiába a két év kihagyás, ismét a Bátaszékese nyerte a kispályás kupát. A főszervező szerint viszont a 2023-at nyitó rendezvény minden korábbinál sikeresebb volt. A két kihagyás után megtartott rendezvényen rekordszámú csapat vett részt. Ez a kupa olyan szinten ivódott bele a megyei labdarúgásba, hogy abból kifolyólag, hogy ezt csak igazolt csapatok játszhatják, és emiatt nagyon magas színvonal. A jelenleg is nagyon sok néző van, és tényleg azt a színvonalat hozza, amit elvártam. A szervezők célja, hogy jövőre ismét megszervezzék a Vászbau kupát.